Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése. Hogyan közeledik hozzád? Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a kivetést, akkor az személyes. A díjam az 4000 forint. Az első kérdés, mi van vele? Az ő jelenlegi helyzete az itt látható. Ez a 4 levelű lóhere szerencsét hoz. Jelenti a boldogságot is, hogy ő boldog veled. Itt a 2-es szám utal a párkapcsolatra, rád és ő rám. Itt megjelenik a kincses láda, amit ő kinyit. Tehát nyitott tervekről, érzelmekről beszélni. Ami a munkát, a hivatást illeti, áprilistól várható nála egy szerződés. Ez lehet egy munkahelyi változás is. A második kérdés, ki hogyan közeledik hozzá? Itt vannak a koporsók. Ő lezár bizonyos kapcsolatokat. A 8-as szám utalhat ugyan egy húzavonára, tegyem vagy ne tegyem, de úgy fog dönteni, hogy igen, lezárja ezeket a kapcsolatokat, vagy nem engedi azt meg, hogy mások befolyásolják őt. Amit a kép még jelenthet, egy örökösödési ügy, ahol tárgyalások vannak, de még nincs eredmény. A harmadik kérdés, hogyan közeledik hozzád az ő következő lépése? Itt aktív lesz, közeledik hozzád, és látható a vidámság, a könnyűség, itt lesznek közös tervek is, vagy beszél érzelmekről. A lényeg az, hogy itt lesz kommunikáció köztetek, és ő kezdeményez. Mit tegyél vele szemben? A te következő lépésed. Itt látható ez a levél, és az azt jelenti, hogy ő közeledik hozzád, beszélni akar veled, de vannak elvárásai, hogy te jelentkezz, írj neki. Itt ez a levél lehet egy meghívás is, vagy lehetnek szerződések is. Erről is beszámolhatsz, ha ezek a témák érintenek téged. Itt látható a nap szimbóluma, itt kisüt a nap, tisztázódik valami, megvan a vonzalom kettőtök között, itt kiderül az igazság, komolyan tudtok beszélni egymással, de azért kell a könnyűség is. Amit a nap még jelent, hogy megvilágít valamit vagy valakit, láthatóvá tesz valakit, és itt egy találkozásról van szó. Mivel ezek a te kártyáid, te felhívhatod őt, beszélhetsz vele, hiszen itt lehet egy telefonbeszélgetés is, de megemlítheted azt is, hogy szeretnéd látni őt. Legyen meg egy meghívás, mert ő erre vár. Ő látni akar téged, de elvárja azt, hogy te említsd ezt meg. Legyen egy meghívás. És ez volt a felvétel, az ő következő lépése. Amennyiben tetszett a videó, akkor lájkolhatod, ennek nagyon örülnék, vagy ha feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba. Azon kívül annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon. Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici,
ahol naponta beszámolok a Maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!